édesanyám, hozok néked messzi égről csillagot. Ám ha őket el nem érem, a szemedet keresem, belenézek és megértem, mi nagy kincs vagy én nekem. Fénylő szebb a csillagoknál, minden égi ragyogásnál, az, amit én tőled kaptam, ez szépséges nagy titok, hogy a gyermeked vagyok. Magda anyák napján, tavaszodik kis kertemben, kinyílott a tulipán, ragyognak a harmadcseppek anyák napja hajnalán. Kinyílott a bazsaró, csak kék ne felejtsd, tulipán neked adlak anyák napján, édes kedves anyukám. Ezerszer megáldjuk.
támadt az égen, kikerült magasban, fincs fog az ágon, tavasz van, tavasz van. Kicsi bimbuikat bújálgatják a fák, ringatják, dajkálják, mint jó édesanyák. Ti is, mint tavasszal bimbuikat a fák, úgy ringattok minket, kedves édesanyák. A mi életünket munkálja szívetek, mint az égen a nap a szép kikeretet. Köszöntjük a tavaszt, mi tőletek kaptunk, ne haragudjatok, ha rosszalkodtunk. Kedves édesanyák, ígérjük, hogy nyárra tiszta ötöst hozunk a bizonyítványba. Tanulunk, mert tudjuk, ki mint vett, úgy arad. Munkája a tavasz, a jövendő arad. Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág, fogadjátok tőlünk, kedves édesanyák. Ápoltad a lelkem, kedves szóval terelgettél,
bármire összetettem. Oly sok éjjel virrasztottál, kívánságom lesve, álmodkozó mesél nélkül sosem volt el este. Beszédre is tanítottál, szívesen mesélek. Elmesélem e szép napon, hogy szeretlek téged. Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet. Édes, drága jó anyácskám, úgy szeretlek téged. Nagyanyónak, nagymamám, nagymamám, kedves jó szerető nagymamám, ha én most tenéked mindazt elmondanám, amit négy napodra szívemből kívánok, véget sem érnének a jó kívánságok. Tudom én, hogy te hozzám mindig jó voltál, apukámra, anyukámra jó szívvel gondoltál. Kis unokáidat is szívedbe fogadtad, jó szóval jó tettel, mindig támogattad. Hálából mindezért tudod, mit kívánok? Áldja meg az Isten a te nagyjóságot. Éltessen az Isten nagymama sokáig, lássad nagyra nőni hálás unokáig. Bacsai Fehér Géza, nagymamának. Jó nagymama, tedd le a fény a sokkolátat. Kérlek szépen, hallogass meg kis unokáltat. Eddig mindig te hoztál ajándékot, cukrot. Kérlek, hogy te fogadtál tőle a kis csokrot. Nem adhatok egyetlen tálvilágszárnak, de egy jó kívánság mindenik virágszár. Általuk jó nagyanyám, te hozzád én szólok. Istenem, éltessen soká, légy vidám és boldog. Sokat fáradoztál évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat. Jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy ilyen sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted. A nagymama rosszul lát, de visel egy okulát. Pulcsit köt és verset szavar, a rézüstben legvált kavar. A nagymama lába fáj, mégis veled szaladgál. Verseny fut az idővel, majd megérted idővel. A nagymama elringat, simogat és puszilgat. Hallgass meg, hogy mit mesél, s az ő álma te legyél. A nagymama szíve nagy, neki jobb sincs gyerek vagy. Néha-néha öleld át a nagymamát, a nagymamát. Nagymama köszöntése. Nagymama, nagymama, drága gondos Dajka, aprócska kis koromnak melengető napja. Te sokszor siettél könnyemet letörölni, hogyha bánatom volt szívedre ölelni. Emlékszem, mikor még csöpp kezemet fogva, először vezettél engem a templomba. Aranyos kis oltár, aranyos kis ajtó oltár fölött, csukva sutogva mondtad, ott van a Jézuska. Nem is értettem, de te néked hittem, így neveltél engem ebben a szent hitben. Azóta megnőttem, tudok imádkozni, kis Jézustól reált ezer áldást kérni. Életünk legdrágább kincse az anya, kinek mindig van felénk egy biztató szava, aki élete végéig mindent megtesz értünk. Ő az, akiben mindig remélünk. A kicsiny szívedet a bánat átjárja, ő két kezét felét bármikor kitárja. Teljes szívéből átölel téged, és ilyenkor érzed, nincs mitől félned. Reggelente korán iskolába menet, egy édes puszival búcsúzik el tőled. Azért a fenyítő szava napközben elkísér. Kislányom, az iskolában ma is jó legyél. Mikor beteg vagyok, sokat kér azt mellettem, s ápolgat, hogy mi hamarabb egészséges legyen. Szeretete, ölelése a gyógyszernél nagyobb, s egy-két nap s már is jóban vagyok. Az én édesanyám a legjobb szakácsnő, mindig finomat főz, mikor hazajő. Hogy mi a titka a főzésben? Az, hogy a szeretet a legfőbb fűszer ételeiben. Annyi mindent mondhatnék még róla, hogy egyszerű szavaim esetlenül szólnak. Annyi biztos, hogy ezen a világon nincs jobb anya, aki szívén vezet. Amikor felmerül
Előhúzta a szék alá rejtett munkafüzeteket.
Aláírta, megcímezte, feljegyezte barátainknak a születésnapi képes lapokat. És írt egy rövid listát a fűszeresnek. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán megmosta az arcát 3 egyben elemosóval, majd éjszakai krémet tett rá. Megmosta a lábát, majd lereszelt a körmét. Apa kikiáltott. Én azt hittem, hogy lefekszel. Már megyek? Felelte. Vizet öntött a kucsatába, kiengedte a macskát az udvarra, majd megnyújtott a talpa között a zárba vannak el, az udvari lámpa égett. Minden gyerekénél lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát, a tévé, felakasztott egy inget, kivasalt egy pollót, majd volt egy rövid beszélgetése avval, aki még mindig a házi feladatot csinálta. A szobájában beállította az ébresztő órát, kikészítette a másnapi ruháját, sámpát tette a cipőjébe, még 3 dolgot adott a 6 legfontosabb listájához. Elmondta az e-mailt és elképzelte a jövő terveinek befejezését. Ez alatt apa lekapcsolta a tévét, és kihirdette, hogy nincs semmi különös tennivaló. Jöjjön, hogy ment minden egyik gondolkodás nélkül. Van itt bármi különleges? Tudod-e már, mert ennek tovább Thank you.
Csókolom! A fék bácsi küldött egy levelet, és azt is mondta, hogy lehet, hogy anyukám itt veszett el a mese másik felé. Már emlékszem anyukára. Sokáig állt itt, és nézte a kirakat. A fia összesetette és becsomagolt egy nagy csomagba. Itt van, vidd szépen haza, viszonyosan megtaláljátok a mese másik felét. Köszönöm szépen, már sietek is haza, csókolom! Yeah.
Az énekem sokat dolgozik. Az enyém is még sincs javadó, még csalók vagyunk. Téged is miért? Ha van becsületed, ha van egészséged, van becsületed, és szeretnéd, akkor gazdag vagy. Marhaság! Amikor ekkora voltam, mint ti most, elvesztettem az apám. Én is elvesztettem, elváltam. Te nem veszteted el a tiédnél? Tudod, hogy hol van? Néha találkozol is vele. Így van? Igen. Az enyém meghalt, anyám egyedül maradt, nagy szegénységben. Siker, Duma! Ma minden felnőtt azt mondja, hogy nehezenőtt fel szegénységben. Csak sajnál tartja magát. Lehet, gondold azt, amit akarsz. Én tudom, hogy ez nem fel. Na, hozzunk már innen, Lucsi a pudelet. Mit szeretsz például? Én magamat. Ó, az nem sok. És a barátaidat? Velük csak lovagok. Micsoda? Amikor meghalt az apám, négyen maradtunk. Anyám és mi hárman. Nehéz évek voltak. Anyám éjjel napban dolgozott, hogy legyen mit tennünk. Puder, vajon mindig van a hűtőben? Ma ott nincs, akkor van a csemmelékben. Az mi? Mi lenne? Étterem. És milyen tanultok? Nem szabadon! Csak most, mert nagyon nincs pénzünk. És ha holnap nem lesz, akkor meg mit lóktok? Nem tudom. Valaki egyszer azt mondta nekem, ami ma tesz az ifjúság, azt teszi holnap a lesz. Én ezt nem értem. Marhaság, mi közöm nekem a nemzethez? Az ifjúság ti vagytok. A nemzet pedig mi vagyunk, mindnyájan. Az ifjúságon múlik a jövő, a felnőtteken pedig a jelen. Hú, apám, de rohadtul! Nehogy azt hidd, hogy ha úgy szereztek pénzt, hogy most loptok, és világéletetekben lopni fogtok, akkor azt fogják rólunk mondani, hogy tolvaj nemzet vagyunk. De legalább lesz pénzünk. És lesz egy csomó ellenségetek. Elemben úgy is lehet boldogan élni az egész. Baromság! Anya és apa mindig vitázik, ha kevés a pénz. Hát, viták mindenhol vannak. Édesanyád és édesapád azt szeretnő, hogy neked mindenet meglegyen. Még sincs semmi, emelő csomóság az egész. Gondolkodtatok már azon, ha esetleg, ha otthon segítenétek, akkor talán anya és apa is nyugodtabb lenne, és boldogabbak lennének. Nem segítek, az én dolgom az, hogy tanulok, ennyi! És a szülei dolga meg az, hogy mindent előteremtsenek. Na ja, majd én fogok mosni, meg mosogatni, meg még tanulni is, nem? Tudja mikor? Jaj, mikor még hazamentünk a suliból, megtanultuk a leckét, elvégeztük a házi munkát, csak aztán mehetünk játszani. Hát, csak akkor játszhatunk a csuhéből készült babáinkkal, mikor mindennel készen voltunk. Milyen baba? Csuhé? Hát az nem ilyen. Ó, kukoricacsuhéból készült. Nem láttál olyan? Nagyon szeretem. Nem is volt más játék. Na húzzunk, uncsi a banán! Mit tetszett mondani? Mikor gazdag az ember? Akkor, ha van egészsége, becsülete és szeretnétód. Ha egészsége, becsülete és szeretnétód. Akkor, és higgyétek el, néha ki kell mondanom, anya szeretlek, apa szeretlek. Ezt nem szabad elhallgatni, és ha ezt meg tudjátok tenni, akkor minden jó lesz. Én egészséges vagyok, és azt hiszem szeretem a szüleimet, meg őket is, ők a barátaim. Én is úgy vagyok vele, legalábbis azt hiszem.
táskán múlik. A becsület és a szeretet belülről jön. Ha van becsületed, és tudsz szeretni, akkor téged is mindig megbecsülnek, és szeretni fognak. Hú, de elszaladt az idő. Mennem kell, mert várnak. Azt tetszett mondani, a néninek nincsen semmije. Akkor kivárok. Ó, a kutyám. A szülény kutya Friar Marmit. De hogy ne gondolj, amikor kiválasztottam magamnak, hogy ő lesz az én kutyám, és ő kiválasztott magának, hogy én leszek az ő gazdija, első látásra megbíztunk egymásban. Én bíztam bennem, hogy ő jó kutyám lesz, ő bízott bennem, hogy én jó gazdija leszek. Úgyhogy ezt a semmiféle körülmények között nem szabad felrúgni. Most megyek, mert ennél kell. Holnap is eltetszik jönni beszélgetni? Lehet. Különben a táska üres volt. Nincs rá szükségem. Szervusztok! Thank you.
kivétel nélkül csodálatos tehetségeket látunk a mai délután folyamán. Köszönjük szépen! Aztán nagyon nagy köszönet Tündének és Tibornak, Erikőnek, kedves szülőknek, nagyszülőknek, akik hoztátok a gyermeket, unokákat, segítettetek. Ma délelőtt a felnőségre kicsit végig koroztam a tekintetemet. A fiataloknak, akik ott elő zenéltek, néhány napig kirepülnek. Aztán azokat veszem be, hogyan tovább. De látva benneteket, hallva benneteket, most sokkal nyugodtabb vagyok, mert egy folyamatnak vagyunk a részesei, és most rajtatok a sor. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, köszönjük ezt a szép, tartalmas délután mindazt, amit ajándékként nem csak a ti kedves szüleiteknek, édesanyátoknak, nagymamátoknak, hanem mindannyiunknak is elhoztak. Akik itt állunk, vagy itt vagyunk ebben a teremben, Lelki Mihály teremben, mindannyian gyermekként vagyunk itt. Legtermészetesebb, hogy ma, a mai délutánban nagyon nagy hálát és köszönetet mondom édesanyánknak. Édesanyának, aki él, és köszönet az édesanyának, aki talán már egy ideje nincs velünk, nincs közöttünk. Végül a mai előadás délután, hiszen május hónap van, a Üdvözlégy Mária imádságával helyezzük be. Üdvözlégy Mária! Thank you.